Na, elosztok, én a hatlábú farkas vagyok, most más a környezet, mert egy másik lakásban vagyok, de ettől függetlenül a videó az jár. Az előző videóm a alapszint, tehát a kezdők segítésére volt hivatott, ez a mostani, itt már szintet lépünk, ez már a haladó szint. A haladó szint megtekintéséhez, mint videó, ugye erről a videóról van szó, amit éppen csinálunk, a haladó szintű videó megtekintéséhez az alapszintű információkkal már eleve rendelkeznek kell, az összes olyan taktikával, trükkel, mint például az RC, meg a... Nem akarom sorolni, neked is adok feladatot, nézzél utána, milyen technikák vannak, szóval egy saját technikával bejutottál már az álmodba, és ezt majdnem minden este, talán minden másnap, harmad este, ezt már te kivitelezed azért, mert ilyen hatékony vagy. Ez a haladó szint. Amikor nagyon sokat álmodsz tudatos álomba, akkor előjönnek a bugok. Nem tudom, hogy ezt hogy hívják, minden egyes fórumon ennek más nevet adnak, ott, ahol ilyen hardveres, illetve szoftveres problémával is foglalkoznak számítógép ügyben, ott bugnak hívják ezt a dolgot. A bug az azt jelenti, hogy nincsen felkészítve az agyad arra, hogy most neki dolgozni kell, ezért a falak nem érnek össze. Tehát közte rés van. Mondjuk bejön a nap, bejön a szél, befúj, vagy... Szóval egyszerűen nem érnek össze, az hiba. Mondok egy sokkal rosszabbat is, mert ezt általában nem veszed észre, mert az a rés az nem ekkora rés, hanem egy elég kicsi, meg ráadásul nem figyelsz a részletekre, mert ilyen kis amatőr vagy. Mondok egy sokkal rosszabbat, na, ez fel fog tűnni. A legegyszerűbb és legsúlyosabb teszt az a futás. Nem kell hozzá Adidas cipő, nem kell hozzá Nike cipő, nem kell semmilyen cipő hozzá, csak fuss. Egyenesen, betonon, füvön, mindegy, egyenes vonalban. Aztán meglátod, hogy nem fog menni. Több okból sem fog menni. Először is azért, mert a sebességet korlátozott a saját álmodban, ez a factory default nevezhetően ilyen alapbeállításnak, ilyen gyári alapbeállításnak. Egy bizonyos sebességet álmodban nem léphetsz túl. Ezért van az is, amikor a kezdő szintben észreveszed, hogy álmodsz, ugye RC-zel, álomvilág, szuper, bármit megtettek, előttem egy Ferrari. Tererará! Nagyon király, csak már megint elfelejtetted, ugye, amit az előbb mondtam, a teljes és maximális sebességed a játékban, az álomban ugye, korlátozott. Nem léphetsz túl egy bizonyos sebességet, ez pedig ilyen 20-tól nagyon-nagyon-nagyon maximum 30 km per óráig. Magyarul a Ferrari nem tud föltolni 3-asba se. Rükkverc, 1-es-2-es megy, de 2-esbe már nem pörög a motor, szépen lelassulsz. Egyenesbe kiszállsz a kocsiból, egyenesbe nem tudsz futni. Be kell dőlnöd előre, mintha úsznál. Még a kezeddel segítesz is. Igen, és már is te egy medencébe találod magad, és az agyad úgy megvezetett téged, mint egy amatőr. Például, mitől lehet ez, hogy nem tudsz futni, lépcsőn fölfelé nem tudsz haladni, az autót nem lehet kettesnél jobban fölrakni, nem érsz el haladást. Például, nagyon nagy épületek tetejéről, amikor így lezuhansz, és érzed, hogy zuhansz, és még mindig ugyanaz előtt, az emelet előtt állsz, mint ahol az előtt. Tehát az épület maga az nem megy el előtted, hogy hogy zuhanok, hanem áll az épület, de te érzed, hogy zuhansz. Hát ez mitől van? Ezt úgy hívják, hogy medence hatás. A medence hatás vagy vízhatás fórumokon nagyon sűrűn kerül elő, hogy mi a fenét lehet tenni az ügyben, mert én nagyon sokat idézek autót, és nem lehet nyomni neki, nem lehet taposni, valami hiba van. A másik az meg atléta, az meg azt mondja, nem tudok futni ilyen-olyan. Engedjétek meg, hogy bemutassam az asztrál testet, mint fogalom. Az asztrál test az egy olyan fogalom dolog, hogy te, amikor álmodsz, akkor általában nem ember vagy. Ez lenne a helyes. Amikor te álmodsz, akkor ugyanazt a kezet, ugyanazt a fejet, ugyanazt a nyakat, stb. Tehát ugyanazt a testet látod, mint amit itt a valóságban megszoktál. Ezt a Morpheus nevű nigger fogalmazta meg a bőrtovádba, hogy igen, ez a szellemi kivetülése. Milyen vicces dolog az, hogy mindenki ugyanúgy néz ki álmában, mint a valóság, pedig ez nem így van.
Ha lecseréled ezt az asztrál testet, ezt a szellemi kivetülést egy másikra, és esetleg itt egy papírdarab, felírjuk, hogy milyen lehetőségeink vannak. Először is tudom, hogy nem tudok futni, nem tudok fölfelé menni a lépcsőn, az autó nem gyorsul, valami konfig probléma van, finom hangolással megoldható. Bizonyám, csak nem a környezetet kell változtatni, hanem magadat. Előveszed a szuper papírkádat, és csinálsz egy listát azokról az állatokról, amik mondjuk neked tetszenek, illetve a viselkedésük nagyon-nagyon hasonlít, mint amilyen te magad vagy. Felírod, mondjuk egy példát, hogy róka, menyét, sakál, farkas, hiúz, sok, teve, kos, bárány, de annyi van, mint a személy. Nézz utána. És felírod az összeset. És minden egyes nap, amikor alszol el, fejedben a fejhallgató, ezt majd mindjárt elmagyarázom, ezt a fejhallgatós dolgot, akkor bejelölsz magadnak egyet, mondjuk a legelső az a róka. Legyünk mondjuk rókák. Oké, bekarikázom, lefekszem és megpróbálom, hogy ezzel vajon működni fog-e. Visszatérve egy kicsit a fejhallgatós dologra, az előző videón kapcsán nagyon-nagyon sok olyan komment jött, hogy ez miért nem volt benne, az nem miért volt benne, ezt miért így csináltad, azt miért úgy csináltad, hát drága nézőim, ezt azért csináltam így, mert én csak egyetlen irányát gyakoroltam ennek a, tehát a agykontrollnak, ezt az egyetlen irányát, a többi az valahogy elmaradt. Tehát nulla szinten van, el se kezdtem, jogázni se jogáztam, tehát még ezekkel nagyon le vagyok maradni. Jött azonban egy olyan kérdés, hogy mi a helyzet a segítő zenékkel? Aha. Igen, vannak olyanok, hogy segítő zene. A segítő zene az azt jelenti, hogy fölveszed a fejhallgatót, mobiltelefon, laptop, itt tudom én, valami zeneforrás, nem például nem játszok. És betöltesz rá olyan zenét, amiben van úgynevezett delta hullámú zene. Nagyon-nagyon sokféle van, van a popos stílustól, a trances, a cosmic, spaces, nem tudom milyen hullámzós, mindenféle zenék vannak, amelyik a te stílusodnak a legjobban megfelel, kiválasztod azt az irányzatot, feltöltesz belőle egy masszív 11 órás mixet, mert a fejhallgató azt irány az alvás, mert a delta hullámokban fürdő agy, mondjuk így, sokkal tovább képes fenntartani a REM fázisát. A REM fázis, ugye emlékszünk rá, az alvásnak az első lefelé szálló ága, a rapid eye movement-nek hívják, és ilyenkor történik az álmodás is, és ha te elég ügyes vagy, akkor ezt el tudod kapni, mondjuk RC-vel, tehát reality check-kel, nagyon egyszerű dolog. Tehát rajtad van a fejhallgató, emlékszel a szövegre, mert felírtuk, hogy róka. Oké, szépen alszunk. Nem jó. Ugyanúgy nem tudok futni, ugyanúgy nem tudok csinálni semmit. Nincsen semmi változás. Hát, mi a fenét lehetne csinálni? Hát akkor én mondom. A felírt név, hogy róka, az nem azt jelenti, hogy rókára kell gondolni. Ez azt jelenti, hogy te neked róka testet kell felölteni. Ezt nagyon egyszerű megcsinálni, már az alap szinten képes vagy arra, hogy a kezedet, testedet, lábad, esetleg a fejedet átalakítsd. A színek is nagyon könnyen mennek a kezdőszint vége felé, a fület nagyon könnyű fölhúzni, kihúzni az orrot, stb. Jó, abszolút alapvető dolgok, nem nagyon akarom ezzel az időt rabolni. Szóval felírtuk azt, hogy róka. Ilyenkor újra elalszunk, elfelejtettük a listán lévő dolgot meg is valósítani, nem csak gondoltunk rá, úgyhogy szépen megyünk a fejünkön a fejhallgató, alszunk. Amikor megjelenik a üdérces való, hogy fogalmazok szóval. Hogy is mondta az egyik másfélkegyen, azt mondja, jönnek a homályok. Ezeket olyan fórumokat olvastam, amiket nem nagyon kéne nektek, ez ilyen mély víz. De mindenki elnevezte valahogy, hogy hogyan jön maga az álom. Az álom az egy nagyon egyszerű dolog, amikor lecsukod a szemed, a fantázia még mindig dolgozik, és a szem nem küld képet. De ő egyfolytában dolgozni akar, ezért a szemednek a belső felületére mindenféle időt a hullámok jelennek. Meg ez a fantáziának a minden. Ha ezekbe belemerülsz, hogy fú, micsoda szép hullámok, egy perc alatt alsz.
Hogyha esetleg még nagyon sűrű reality check-ezel, és akkor hamar ott találod magad, hogy igen, álmodom. És bizony nem fáj a csípés, hú, mekkora királyi, keremel jobbel és nyomom el, nagyon oda kell figyelni, hogy komoly legyen a teszt. Nem fáj. Hó. Mire emlékszem? Emlékszem arra, hogy róka. Hopp, akkor meg kell csinálni a rókatestet. Sokat segít például egy róka kép. Mutatom. A róka kép az annyit segít, hogy bordó a szőre, fekete a keze, kicsit talán hosszúkásabb feje van, mint a sakának, a farkasnak, kisebbek a fülei, és hát jó bozontos a farkája. Értelemszerűen a rókának a hátsó farkáról van szó, senki ne perverszkedje. Mondjuk, tegyük fel, hogy ez sem sikerül. Sem gond, lista elő, kihúz. Van még több állat, tehát van miből próbálgatni. Megyünk tovább. Ugye a teszt arról szól, hogy gyorsan szaladunk, föl a lépcsőn, stb. Menjünk tovább, legyen mondjuk a... Itt tudom én, legyen mondjuk a nyúl. Azt nagyon könnyű megcsinálni, mert jó, ki kell húzni a fület, azt nagyjából ennyi. Van egy golyó alatt a farok, az kész. Az arc az nagyon kemény, erre majd még később visszatérünk. A közép haladó szint, ez az, amiről a videóban szó van. El kell lépned egy mérföldkövet ezen a videón, amikor ezt a videót már le tudod meg tekinteni. Először is a legelső, hogy... Hogy is mondjam, nem biztos, hogy a nyúl az nyerő. Emlékezünk vissza a papírra, ugye mondjuk ez tele van. Tehát tele van írva, hogy róka, nyúl, farkas, hiéna, zsiráf, babkecske, ezek annyi van, rengeteg van. Bárányt is nyugodtan kellett próbálni, a kost, az orszárul, stb. Nem jön össze, mondjuk, mert egy jó párat kipróbáltál és nem megy. Hát akkor ideje lenne bemutatni titeket a furriknak. A furrik azok az olyan asztrál testek, amiket a tulajdonosai nagyon előszeretettel használnak, mert működik. Nagyon-nagyon sokféle van belőle, van pirosárgazókék, van a fekete. Rengetegféle színű fajta formájú van. És hogyha már itt tartunk, akkor hadd mutassam a sajátom. Így nézek ki, mondjuk az álmaimban, mint kiba van a képben az, hogy a keze az kéz, nem pedig mancs, de ennyire nem akartam belemenni a részletezésbe. A lényeg az, hogy ezeket az asztrál testeket azok a srácok használják, akik magukat furinak hívják. Ezek majdnem mind irányító támadással kikísérletezett formák. Hogy a középhaladó szintet leküzd, ahhoz azt a nagyon fontos dolgot kell megcsinálnod, hogy ki kell választanod azt az asztrál testet, ami működik. Tehát a te esetedben tudsz egyenesen futni, fölfelé menni a lépcsőn, magasat ugorni, úgyhogy vissza is esel, mert magasat ugrasz, és itt van egy lighty, jó, nem másfél óra, de mondjuk olyan a lighty másfél óra, nézelődök, és mondjuk a jövő héten majd leesel. Hát ez nem pálya, ez nem valóság, hogy ilyenkor az asztrál tested nem a helyes módon működik. Értelemszerűen csere. Ha lecserélted és megtaláltad azt a testet, legyen mondjuk, visszatérhetünk az első verzióra, legyen mondjuk, hogy pont a róka volt a siker. Ma persze a lista legalján lesz, amilyen szerencsére van. Bekarikázott, hogy róka, oké, ezzel működik, de még nem az igazi, mert a zuhanás még nem olyan jó. A zuhanás egy nagyon jó teszt, mert mondjuk elővetsz egy másik papírt, és beiratod, hogy róka. Hibák, kettős pont. Nem tudok zuhanni, nem tudok betörni üveget. Van egy pár olyan dolog, hogy amikor háttalálsz a falnak, akkor nem nyom a farkad. Ez hiba, mert a farok fölkanyarodik a hát mögé, és ha neki támaszkodsz a falnak, akkor eleve a melkasod beljebb kell essen, mert a farkad útba van. Na mindegy, menjünk tovább. Ez rengeteg hiba, föl tudod írni, nincsen semmi gond, a lényeg, hogy már megvan. Ilyenkor jön a szín. A szín az nem véletlen, hogy csak egy adott fajta szín. Például alapértelmezett rókával kísérletezünk, bordó test, fekete kéz. Hát neked ez nem olyan jó. Akkor színváltás. Akkor nézzünk másféle színű rókát, mondjuk kéket. Ebből is van olyan az interneten, úgy hívják, hogy krisztál. Ez egy nőstény róka, most ebben nem menjünk bele a részletekbe, tehát van egy fiúk, lányok, vegyesen, most ez mindegy. Rengetegféle színt ki tudsz próbálni. És mondjuk eltalálod a fehér színt, mert mondjuk a sarki róka olyan
frankó, minden működik vele úgy, ahogy kell. Ekkor jön a zuhanás próba. Emlékszel, minden egyes teszt, amit ideírtál a rókával kapcsolatban, már mindenki van pipálva, nagyon szuper, jön a zuhanás teszt, feljakadtó föl, mész aludni, zuhanás, és leesel. Ah, szuper, fel is riadsz, szuper, megvan a test, amire szükség van. Ilyenkor léped át a bejárati ajtaját a középhaladó szint. Megvan a testet. Ahhoz, hogy valóban a testet tudjál nyomni egy ilyen kontrollest, tehát hogy mentés, ahhoz tükör kell. Olyan tükörre van szükséged, amit álmodban látsz. Lehetőleg igyekezz egy egész alakos tükröt készíteni. Nagyon egyszerű dolgod van. Hát ez el fog tartani 2 hónapig. Ne aggódj, nem tart örökké, maximum 2 hónap, minden napos gyakorlással. Megcsinálod az egész alakos tükröt, elé állsz és belenézel. Tará! Ennyi az egész. Az összes feladatod annyi, hogy azt a te esetedben, mondjuk a példánál maradva, a fehér rókát kell látnod. Tökéletesen. Ha ezt a dolgot meg tudtad oldani, mancsod van, érzed a farkadat, mindig nekitámaszkodsz a falnak, útba van, mancsok rendben, szőrzet jó, kész vagy. Ilyenkor átléped azt a határt, hogy te már tudod, hogy pontosan hogyan nézel ki. Ez a közép haladó szintnek a bypass elhagyása. Az ezt követő részek már a körülötted lévő világ építése, a te saját világod megalkotása, és hát a többiekkel való aktív kapcsolat, keresgélés, illetve hát van, aki az egységes, közös univerzum keresésére fókuszál, rengetegféle nyitott szál van, arra mész, amelyet akarsz, azt csinálsz, amit akarsz, olyan kocsiba ülsz, annyival mész, amennyivel akarsz, azzal kefész, amivel akarsz. Annyit tudnék mondani erről, fantasztikus lehetőségeik vannak, de csak miután a tükörbe meglátod a saját asztrál testedet, és kontrollesként az agyad ezt elmenti, de igen, így nézel ki. A következő álmaidban elég nagy valószínűséggel már eleve úgy születsz meg, hogy ugye a példánál maradva, hogy fehér mancsod van. Hát én tudom miért van fehér mancsom, mert én mondjuk egy sivatagi róka, vagy egy sarki róka, vagy egy például maradva, tehát én az a fajta vagyok. Ja, hogyha több ilyen oldalt teleírtok állatokra, és egyik sem működik, ne aggódjatok. Rengetegféle élőlény van, ami mondjuk még lehet. Azért maradtam a rókás példánál, mert egyszerű. Próbáljátok ki, hát ha segített ez a dologban. Remélem segítettem ezzel a röpke rövid videóval. A következő rész az a profi szint lesz, és azoknak az elmagyarázása, hogy hogyan lehet multiplayerben, csapatban együtt állunk többiekkel, mi szükséges hozzá, sőt, ki szükséges hozzá, mit kell csinálnod, mit nem kell csinálnod, hogyan működik a felvételi, mert az is van, hogyan működik a szűrő, az is van, és egy csomó minden dolog szükséges ahhoz, hogy a középhaladó szintből végre a saját tested hivatalos használójában állva, mester, illetve profi, mesterlenek azért van, a profi szintre tudják tovább lépni. Nagyon-nagyon sok dolgod van még a következő videóban, rengeteg dolog van.